Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással. Nos, hát egy olyasmiről fogunk beszélgetni, lakásbiztosításról, amiről ilyen kontextusban többször felmerült már, és mindig csak a mögöttes hajtóerők és indokok változnak, a lényeg nem. És ez az aktualizálás, az értékkövetés, hogy amikor elszálltak az ingatlan árak, akkor is beszélgettünk erről, hogy könnyen előfordulhat, hogy megvettük az ingatlanunkat, megkötöttük rá valamikor a lakásbiztosítási szerződésünket, és akkor úgy fizetgetjük, és nem néztünk utána, miközben az árak meg elszálltak 30-50%-kal mondjuk, és már bőven alul biztosítottak vagyunk. Most a Mavisz akkor azért, és annak apropóján adott ki egy közleményt pont ezügyben, hogy nézzük át a szerződésünket, vizsgálódjunk, hogy milyen konstrukciók, hogyan érhetők el a piacon, ha esetleg a mi biztosításunk az nem fedez bizonyos olyan káreseményeket, vagy olyan elemeit az ingatlannak, ami éppen most kerül be a felújítási támogatás révén. Tehát itt ugye 3 plusz 3 millióval akár egy ingatlannál 10%-os értéknövekedést is elérhetünk, ez lehet akár átépítés, bővítés, felújítás, fix beépítések, nyílászárók, beépített bútor. Úgyhogy itt is arról van szó, hogy amikor ezt bevisszük az épületbe, és végrehajtjuk ezt a beruházást, akkor bizony egy olyan értéknövelő beruházást hajtunk végre, aminek következtében simán előfordulhat ez a bizonyos alulbiztosítottság. És a biztosítók szövetsége ugye azt is közé tett, hogy körülbelül hogy kell biztosítani, ottnak lenni, tehát hogy milyen mértékű fedezet szükséges, és azt mondják, hogy az általánosabban az mondható el, hogy a felújítás tervező ügyfeleknek fokozottan célszerű a biztosítási évfordulókat megelőzően átgondolni, hogy mekkora biztosítási összegre lenne szükségük, akkor állapítják ezt meg helyesen, ha az eléri legalább az elkövetkező egy biztosítási évben a meglévő, illetve elkészülő épület, a beépítésre kerülő épület berendezési felszerelési tárgyak építési anyagok együttes értékét. Tehát ez nem egy nagy matek, uh-huh. Ugye most van valamekkora értéke, belerakunk egy X felújítást, beruházást, azt hozzá kell adni, és arra az értékre kell biztosítani, aztán a következő évben majd lehet felülvizsgálni, de az adott évben legalább erre fedezetet kell nyújtania. Hát igen, ha abból indulunk, hogy kihasználjuk a teljes támogatást, akkor hármat rakunk bele mi, hármat kapunk az államtól, és hogyha plusz értéknövekedést ez nem okoz, akkor is önmagában ez hattal növelheti a lakás. Ugyanakkor az is lehet ám, hogy ezt magadnak csináltad, és a piac meg nem áraz bele ennyit, tehát korán sem biztos, hogy ennyivel nő a piaci értéke a lakásnak, mert hogy a saját meg mondjuk hát, eddig lerobbant, és te csak megcsinálsz alap dolgokat. Szóval nem tudhatjuk. Jó, de érdemes, az biztos, hogy érdemes ezt utána számolgatni és megbecsülni, de az jut valószínűleg legutoljára az embernek az eszébe. Sok macra van ezzel a felújítási támogatással, és mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan tudja ezt optimalizálni, hogy pont kijöjjenek a számok, hogy szépen igénybe lehessen venni mindent, meg legyen mester, aki jön egyáltalán, mert nagy hiány van, stb. Ez a biztosítás lenne utolsó, amire valószínűleg gondolnak az emberek. Hát pedig célszerű. Igen, az előbbi ez, amit mondtál, azért ne csak az értékesítési és az ingatlan piaci árát nézzük, hanem a káreseményeket is. Tehát előfordulhat, hogy az beépített konyhabútor, amit én belerakok, az egy ocsmányság, de nekem ilyen az ízlésem, és nekem tetszik, és pont 6 millióba kerül mondjuk. Tehát a piac nem fogja ezt kifizetni, amikor el akarom adni, jönnek a vevők, hanyattesnek, szörnyűködnek, a nagyságos asszonynak pohárvizet kell adni, mert ilyet még sosem. Első dolgok lesz szétverni, hogyha megveszik a lakást. Igen, az első lesz, hogy lebontja, de neked fontos, és hogyha van egy tűzeset, és az a lángok martalékává válik, akkor arra kéne valamiféle fedezet. Úgyhogy azért ilyen szempontból nem árt a felülvizsgálat. Igen. Na, szóval az a lényeg, hogy erre mindenképpen érdemes gondolni, és számításokat végezni, és átfutni, és megnézni a piacon levő lehetőségeket, mert hogy a maga a biztosítási kínálat is folyamatosan változik, és
ettől függetlenül is én is elgondolkodtam, hogy úristen, hány évente nézünk rá a lakásbiztosításainkra? Igen. Hát nem is tudom. Úgyhogy célszerű ezzel foglalkozni a mindenkinek. Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el. Hát képzeld, de nem... Most megnéztem itt a műsor elején, ugye foglalkoztunk az újranyitással, most rámentem az IKEA oldalára, ott még mindig az van, hogy ők éppen felkészítik az áruházaikat, tehát ugye ők azok, akik most nem nincsenek az elsők között, hanem még ott folyik a szervezkedés és a logisztika, hogy hogyan is történjen majd a megfelelés ennek a 10 négyzetméter per vásárlós szigorításnak. Lazítanak most nézőpont kérdése. Nem is hinném, hogy az lenne a probléma, ezt tudtuk, hogy így fogunk kinyitni, hanem talán készülhetett mindenki egy csütörtök péntekkel, és azért az derültékből villámcsapásként érkezett, hogy tegnap délután, hogy már holnap. Tehát itt inkább az volt a kérdés, hogy előrehozni a tervekhez képest, ha van egy fölkészülés, hogy ekkora cégnél azért nehéz, ugyanakkor a konkurencia rástartott. És ember, logisztika, igen. Tehát ezeket mind figyelme kell venni. Egyébként nagyon érdekes dolog volt, hogy a telefonosok vagy a mobil szolgáltatók nyitva voltak, és elkísértem egy ismerősömet, aki telefont vett, és be lehetett menni, el lehetett intézni, de nincsenek telefonok a bemutató termekbe, tehát csak bementél, elintézted, és majd kiszállítják egy központi raktárból. Tehát például most az irányításnál már gondoskodniuk kell, hogy az üzleteket feltöltsék, és helyben ki tudják szállítani őket, mert eddig ebben a környezetben ez volt a praktikus, hogy nem helyezték ki, nem tudom, 20 telefonos üzletbe a készülékeket, hanem hagyták a központban, és csomagküldővel kiküldték. Egy példa. Aha. Most hirtelen nem emlékszem, melyik másik bútorlánc viszont erre rástartolt, és gyorsabb volt, és kisebb, és hamarabb tudott reagálni, és van, aki kinyit. És akkor ebből is próbálnak versenyelőnyt kovácsolni. Egyébként is jellemző, hogy a kisebb cégek gyorsabban reagáltak, és ki tudnak nyitni. Ugyanaz a hallgató írta meg, hogy mi újság az alkotáson, akitől az első infót kaptuk. Én azt gondoltam, hogy ő már hogy tovább haladt, és majd akkor másoktól kaphatunk, akkor vagy ő csiki-csukizik, vagy az ablakból rálát a helyzetre. Nem tudom, köszönjük szépen. Most fél rác, és hallgatja a Millás reggelit fél hétig. Igen, egész reggel minket hallgat, és írja, hogy mi történik. Már a Márvány utcától nagy a dugó, mert útfelbontás történt, igen. Már le van aszfaltozva, de a terület még mindig el van kerítve. Úgyhogy ez okozza ott a problémát a déli környékén, és még egy hallgatói üzenetet hadd olvassak fel, érdekes, mert egy olyan hallgató írta a biciklis témában, aki Hollandiában él, és látja az ottani helyzetet, és előtte viszont sokáig itt élt, autósként is, bringásként is látta, és van véleménye, ő azt írja, hogy mindig a bringásokkal kapcsolatban Hollandiát hozzák föl, a közlekedési kultúrát viszont nem, illetve a közlekedési kultúra hiányát Magyarországon nem említi senki, sehol sem. 11 éve élek Hollandiában, 5 kilométer alatt én is bringát használok, viszont itt megvan az, hogy ha kanyarodik a bringás, legalább egy csikket eldob, kiteszi a kezét, ez idézőjelben a csikket eldob, persze kiteszi a kezét, és legalább körülnéz, iskolában tanítják a szabályokat. Amíg nem tudja a biciklis a kreszt, illetve nem tud úszni, nem ismer felsőbb osztályba. 2002-től jártam budapesti utakat, autóval, bringával, autószemmel, bringás szemmel is néztem a várost, mindig mindenhol csak a bringásokat védik, amíg nem tud közlekedni. Ne csodálkozzon, ha az ő hibájából átmennek a bringán, jobb esetben, vagy esetleg a nyakán. Igen, erről is, és amit Deák Andi mondott, ugye ő is felhozta az északi népeket, meg a demokráciához való viszonyukat. Igen. Arról is az jutott eszembe, hogy amit sokan mondtak itt a járványkezeléssel, és hozták a svéd példát, hogy lámlávat, az is működik, nem kell akkora szigor, és hát ott is elfelejtették, persze törvényileg nem, de ott önmagukat korlátozták. Igen. A svéd polgárok, tehát ott volt akkor a fegyelem a lakosságban, hogy ott meg lehetett így is csinálni. De hát a svéd, hát igen, de hát mások. A jelenlegi számok alatt alapján a svéd modell az szépen megbukott. Tehát az első után még lehetett vitatkozni, a második után már azért kevésbé, most pedig... Már a halálozási számokban azt hiszem még mindig azért elég jól állnak. Tehát hát hozzánk képest, de mondjuk a környékbeli országokhoz képest nagyon rosszul állnak, és most... Magyarország, Csehország és néhány nagyon sötét zöld, vagy sötét vörös ország után ott vannak a teljesen
tiszta a Skandinávián belül egy sötétvörös szigetként, nagyon durva fertőzöttségi adatokkal, tehát valami azért mégsem stimmel. Úgyhogy persze majd a járvány legvégén lehet ezt értékelni, de hát nem úgy tűnik, hogy ez a nálunk is sokak körében nagyon ajnározott modell működött volna. Persze ez egy bonyolult kérdés, mert sok ágabaga van, hogy miért. Ettől még ugye az tökre figyelemre méltó és tiszteletre méltó, ahogy ők az emberekre bízták, és hogy sokkal jobban bíztak az emberekben, hogy ők ezt majd jobban tudják. Meg önmagában az, hogy aki ennek az egésznek a feje, az a járványszakértő, a mai napig is a helyén van, pedig ő maga is elismerte, hogy most már sok mindenbe hibázott. Ez is tök érdekes. Na, mert megkívántam a csípős paprikás sajtos, ömlesztett sajtos tosztot, úgyhogy nagyon éhes vagyok. Már kedves hallgatók, nagyon köszönjük, hogy figyeltetek ránk ma is, holnap majd megint lesz Millás reggeli fél héttől. Most viszont hírek jönnek, és utána pedig sok zene és a délutáni programok itt a 9.9 Jazzin. Danai Kata mondja nektek a híreket, mától ő az új hírszerkesztőnk, és hát mit kívánhatnánk? Szép napot mindenkinek! Vigyázzatok magatokra! Igen, mindenképp holnap találkozunk, sziasztok! Már a véget ért,